A zeneiskola és a művelődési központ közötti szakasz felújításával párhuzamosan elkezdődtek a Kiskumajsai Polgármesteri Hivatal lábazatának felújítási munkálatai. Ezeket a munkafolyamatokat szükséges volt ebben a fázisban beiktatni, hiszen a későbbiekben sok akadály merülne fel, illetve várhatóan roncsolná az újon elkészített felületet, hogyha későbbiekben kezdődnek el ezek a munkák. Mindenki láthatta, hogy elég rossz állapotban van a hivatalnak a lábazata. Nem szerettük volna azt, hogy elkészül egy új díszburkolat ezen a szakaszon, és pont a polgármesteri hivatalnak a lábazata, illetve az oldalfalai mutatnak nagyon rossz képet. Ezen kívül ugye szakmailag is indokolt volt a lábazatnak a felújítása, hiszen mindenhol salétromos volt ez a felület, és nagy felületeken potyogott le a már régen elkészített vakolat. Több féle anyagból áll össze a lábazata jelenleg a polgármesteri hivatalnak. Van, ahol jelentős problémák vannak a lábazattal, van, ahol kevésbé jelentős problémák. Ennek ellenére az egész felületen egy lélegző vakolatot kap a lábazat, ami reményeink szerint legalább 8-10 évre megoldja ezt a problémát. A mérnökök szerint egész biztosan egy felmérési folyamatnak kell elkezdődnie a polgármesteri hivatal komplett vagy általános felújításával kapcsolatban, hiszen ez egy nagyon régi épület, amit szükséges megóvnunk. Nagy problémát jelent ugye az épületnek a vízszigetelése, amit meg kell, hogy előzően egy általános felmérés, megnézni azt, hogy a talajnak milyen a kapilláris szerkezete, mennyire kell bevédeni a válaszfalakat vagy a belső falakat, hisz csak komplexen lehet ezt a problémát kezelni, különben az összes beavatkozás, amit nem jól tervezünk meg, az mind pénzkidobás lesz.